Brenner Jánosra és hét ferences vértanúra emlékeztek március 8-án szombaton Budapesten a Szent Imre gimnáziumban és templomban. A 40-es és 50-es években vértanú halált halt papok boldoggá avatási pere a kivizsgálási szakaszban van, melynek fontos része, hogy tiszteletük elmélyüljön a hívek körében. Az emléknapon kortársak és személyes ismerősök tettek tanúságot, köztük Mádl Dalma asszony, Brenner József és Dékány Szixtusz tiszterci főapát. A megemlékezésen Kamarás Mihály naplójából Csőre Gábor színművész olvasott fel részleteket, Paskai László és Seregély István nyugalmazott érsek, valamint Olofszon Placid atya hangfelvételen idézte fel a meggyilkolt papok emlékét. A vértanúk napjának zárásaként Erdő Péter bíboros mutatott be ünnepélyes szentmisét, melyen bemutatták azt a keresztet, amiről 1950. júniusában, 60-ban egy ávost letaposta a korpuszt. A liturgiában azokat a kelyheket használták, amelyekkel a vértanúk közül többen az elhurcolásuk előtti napokban miséztek. Az emléknapon elhangzott tanúságtételeket, valamint Erdő Péter bíboros homiliáját megtekinthetik a Bonum TV műsorán.